1952 óta ünnepeljük hazánkban a pedagógusokat június első vasárnapján. Az ünnep idén június 5-ére esik. Ez alkalomból a Kecskeméti Szakképzési Centrum elismerte a kimagasló példaértékű munkát végző pedagógusokat és dolgozókat. Az ünnepélyes eseményen Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Projektoktatás, teljesen új szemléletű, a frontálistól elszakadt oktatási formákat szeretnénk bevezetni, és ezt díjaztuk, illetve a lemorzsolódás, a korai iskolahagyásnak a csökkentése az egy globális probléma egész Európában, de ennek megfelelően Magyarországon is, illetve az egyre nagyobb arányban minket kereső felnőttek képzése, magas színvonalú oktatása, ez a három terület volt, amit kiemeltünk. A Kecskeméti Szakképzési Centrum évtanára díját három pedagógus, az intézmény kiváló tanára díjat pedig iskolánként egy-egy oktató, összesen 10 vehették át. Az év oktatás segítő munkatársa díjat szintén 3 kapták meg. Idén először adták át a Kecskeméti Szakképzéséért innovációs különdíjat, a szakmai innovációban kimagasló eredményt elért oktatói munka elismerésére. A 21. század, illetve Kecskemét és térségének egy nagyon fontos, kulcsfontosságú momentuma lesz az, hogy mennyire lesz innovatív, mennyire lesz újító, mennyire lesz megújuló az iskola, mennyire lesz megújító a gazdaság. És úgy gondolom, és látom, hogy ha ebbe fektetünk, akkor hosszú távon sikeresek tudunk lenni. Ezért gondoltam úgy, hogy gondoltuk úgy, hogy létrehozzuk ezt a külön díjat, illetve a későbbiekben innovációs díjként fenn akarjuk tartani. A kitüntetéseket Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója és Levicki Ciril, az intézmény kancellárja adta át azoknak a pedagógusoknak és segítőknek, akik az iskolák és a diákok sikereit előmozdítják. Az eseményt a Szakképzési Centrum diákjainak prózai és táncos produkciói színesítették.